Na hello pingvinek, itt Nessai, ez pedig az Eider.io magyar változata, végre megérkezett. Milenne.hu, nem olyan bonyolult az oldal címe, ki tudjátok próbálni ti is, gyakorlatilag ugyanaz a koncepció, mint korábban volt, csak nem kell végig szenvednetek az én küzdelmemet az angol nyelvvel, hanem egyből magyarul kapjuk meg a kérdéseket, egyből bele is csapunk a lecsóba. Azt hinnétek, hogy én itt válogattam, hogy valami vicces kérdéssel kezdjünk, de az a szomorú helyzet, hogy nem. Az első, ami fölugrott, az úgy hangzik, hogy mi lenne, ha lefeküdhetnél egy anime sorozat szereplőjével, de nem nézhetnéd az animét, amiben szerepel. Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy én ezekből a videókból csak rosszul jövök ki, tehát hogy olyan képet festek magamról, hogy csak na, de ez, tehát hogy simán. Tehát, hogy föl tudnék sorolni jó pár olyan animét vagy sorozatot, amiben bizony elő-elő fordulnak olyan úri hölgyek, akiket a legnagyobb tisztelettel lefe... Úristen, ha Zsófi hallja ezt a videót, semmi. Szóval igen, benne. Micsoda? 38% az igen? Hát de buzik vagytok ti. Hát ez nem is kérdés. Hát na mindegy, menjünk is tovább, mert csak fölpiszkálom az agyamat. Hát ez annyira egyértelmű kérdés volt. Menjünk tovább. Mi lenne, ha találkozhatnál a kedvenc hírességeddel akármikor, de nem szólhatnál hozzá csak egy nap egyszer? Hát, de... Szóval ez a híresség az én haverom lenne? Tehát, hogy minden nap fölhívhatnám egyszer, hogy Hello! Hello, Mr. Brad Pitt! Mizu, vagy most csak mondtam valakit, nyilván egyébként rohadtul leszarom Brad Pittet, de... Ja, hát egy nap egyszer szólhatnék hozzá, de hogy egy szót, tehát hogy csá, és akkor másnap elmondanám neki, hogy én vagyok, úristen, megint idióta vagyok, de benne, persze, hát miért ne? Hát a fazom se akar egész nap a hírességekkel beszélgetni. Következő kérdés. Mi lenne, ha a világ legszebb lánya lenne a tied, de nem mutatkozhatnál vele nyilvánosan? Hát már az enyém a világ legszebb lánya, remélem ezt a kérdést itt hallja Zsófi, úgyhogy nem, nekem ez nem kell, egyértelmű, nincs is ezzel semmi gondolkodni való. Nekem már megvan, ami kellett, ez az. Helyrehoztam az első kérdést, jó van. Na, mi lenne, ha olyan világban élhetnél, amilyenben akarsz, de életed végéig magányos lennél? Én már olyan világban élek, amilyenben akarok. Faszom se lesz magányos. 85% nem, hát egyértelmű, nem is kérdés. Mi lenne, ha bárkit visszahozhatnál az élők sorába, de cserébe meg kell ölnöd 10 embert? Hűha! Elindultunk a szaftos irányba, már ha az első kérdés nem lett volna elég szaftos. Jó, nyilván nem. Tehát erre könnyű rámondani, hogy persze, simán kinyírok 10 embert, de azért ahhoz elég pszichopatának kell lenni, hogy valaki megöljön 10 embert, tehát hogy nem. És 68% normális. Oké, tehát az eddigi kérdésekből leszűrhetjük, hogy a mi lenne, .hu játékosai buzik, viszont legalább nem emberölők. Tehát, hogy teljesen jó, én ezt így el tudom fogadni. Tehát semmi gond nincs a homoszexualitással, ellenben a gyilkosság az egy kicsit neccesebb dolog az életben, úgyhogy minden meg van bocsátva. Következő kérdésre, hogyha lenne olyan kedves a böngészőm rámenni, így is van. Ha aranyport állítanál elő, nem, mi lenne, ha aranyport állítana elő a szervezeted, de csak hányva tudnál hozzájutni? Istenem, de beteg kérdés, simán. Hát gyerekek, aki annyi másnapon túl van, mint én, az tudja, hogy ezt be lehet vállalni. Egy rossz éjszaka, de utána dőzsölnél örökre. Jaj, de hülye vagyok. Mi lenne, ha birtokodban lenne egy gomb, amivel elpusztíthatod a földet, és egy másik bolygóra költözhetsz, de csak 10 embert vihetnél magaddal? Mi a faszért akarnám elpusztítani a földet? Hát mi lenne az én pingvinjeimmel? Kiirtanám a YouTube nézőimet, a 100 akárhány ezerből csak 10-et vihetnék magammal. Nyilván nem. 62% egyetért, hát jó van, nagyon helyes. Mi lenne, ha újraindíthatnád a kedvenc sorozatot, de a főszereplők egyike se szerepelne a folytatásban? Nem. Akkor mitől lenne ugyanaz a sorozat? Hát nyilván, hogy nem. Ez egy teljesen egyértelmű kérdés volt. Mi lenne, ha halhatatlan lennél, és milliárdos lennél, de a legjobb barátod az ellenséged lenne, amíg meg nem hal? Nem akarok halhatatlan lenni, ez már az Eider-ben is volt szerintem. Kurva unalmas lehet, de tényleg. Tehát, hogy mi a fenét kezdek az életemmel? Jó, nyilván YouTube-oznék, de hát addigra a nézőim is elpusztulnának, és új nézőim lennének.
Ez tök szomorú lenne. Maradjatok velem, pingvinek! Nem, nem, nem kell halhatatlanság. 62% nem. Király! Mi lenne, ha nem lenne szükséged alvásra, de napi 4 órát kell olyan dolgokkal foglalkoznod, amelyek a legjobban untatnak? Fú, nem, én nem bírok olyan dolgot csinálni, ami unalmas, és fú, nem, soha. És amúgy én szeretek aludni, tehát hogy az egy jó dolog. Az egy más kérdés, hogy kevés időm van rá, de attól még szeretek, úgyhogy 82% nem, ebben is megegyeztünk. Az első bakitól elvétve azért egyébként nagyjából egy véleményen vagyunk a többséggel. Mi lenne, ha egy általad kiválasztott tevékenységben, szakmában a legjobb lennél a világon, de sehogy nem tudnál pénzt keresni vele, és nem is lennél különösképpen elismerve érte? Na ez egy jó kérdés. Ha egy tevékenységben legjobb lennél a világon, de nem tudnál vele pénzt keresni, hát akkor keresnék pénzt mással. Tehát élném tovább az életem úgy, mint most, de például rohadt jó villanyszerelő lennék, és nem kellene kihívni. Szerintem az tök jó. Tehát, hogy vagy mondjuk tudnék mosogatni, vagy porszívózni normálisan. Zsófi biztos örülne. Igen, persze. 17%? Hát most miért? Hát lehet mással pénzt keresni. Hát például YouTube-ban meglehetősen fos vagy. Ne, jó, középszar YouTuber vagyok, de hát attól még érthetek máshoz. Na mindegy, hát ebben nem értettünk egyet, ilyen is van. Mi lenne, ha képes lennél belekukkantani mások gondolataiba, milyen szépen van megfogalmazva, de amíg olvasod a gondolatokat, megállás nélkül üvöltöd a sajátjaidét. Ez szerintem rohadt vicces lenne. Most csak képzeljétek el, hogy belenéztek az öreg néni fejébe a busz megállóba. Jaj, vajon nem felejtettem el venni krumplit a gulyásleveshez, és közben ordítanád ki a fejedből, hogy de jó segge van annak a nőn. Befejeztem, jó? Igen, benne lennék, rohadt vicces lenne. És csak 22% ordítana velem a busz megállóba. Hát elég szomorú, de kinek mi? Mi lenne, ha kapnál 2 milliárd forintot, de az elkövetkezendő 40 évben nem nézhetnél filmet vagy sorozatot? Ha ebbe a YouTube nem számít bele, akkor simán benne lennék. Igen. 47%. Hát mondjuk mihez kezdenék 2 milliárd forinttal? Amúgy annyira nem izgat a pénz. Persze nyilván ez ilyen izének hangzik, de... Nyilván jó lenne. De annyira nem is vagyok nagy filmes sorozatos. Igazából csak a YouTube-ot nézem abba a kevés szabad időbe, amiben van, úgyhogy... Ami van, úgyhogy ez egész okés volt. Mi lenne, ha te rendelkeznél a legnagyobb memóriával, de minden héten egyszer életed legrosszabb álmát kéne elviselned? Dehogy is, nem kell ez nekem. Fölírom inkább egy papírra, amit nem tudok. 51% bevállalná. Hát akkor én csirke vagyok, nem tudom. Nekem nem kell ez. Mi lenne, ha feltalálnád a rák ellenszerét, de senki nem tudná, hogy te találtad föl? Hát nyilván igen, ez nem is kérdés. 88%, ez az. Van remény az emberiségben, önzetlenek vagyunk. Nem akarok én híres lenni attól, hogy feltalálom a rák ellenszerét. Hearthstone-ba se találtam föl sajnos. Nem kell, hogy tudjanak róla. Következő kérdés. Pörögjünk tovább. Valami vicceset dobjál még föl. Halló? Kattintottam. Na végre. Mi lenne, ha minden eddig valaha feltett kérdésre választ kapsz, de nem kérdezhetsz többet? Nem, én szeretek kérdezni, meg pofázni, nem kell ez. 76% egyetért. Nem olyan megosztó kérdések ezek. Mi lenne, ha kiválaszthatná 5 embert, akikkel szörnyen sikeressé válsz, de ki kéne választanod 5 embert az ismerőseid közül, akiknek tönkre megy az élete? Hát, mit jelent az, hogy tönkre megy az élete? Fújjaj. Hát most hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem tudnék 5 embert felsorolni, akinek azért úgy odabasznék egyet. De azért ez, hogy tönkre megy az élete... Hát ez nagyon nehéz. Hát tudjátok mit? Akkor legyen az a videó vége, hogy rátok bízom ezt a kérdést, és szeretném, hogyha kifejtenétek a kommentek között, hogy ti hogy vélekedtek erről. 5 ember, aki nagyon sikeressé válik mellette, de tönkre tennél-e cserébe 5 másik ember életét. Ez kicsit...
finomabb, mint az például, hogy egy embert visszahozol a halálból, de 10-et meg kéne ölnöd. Mit jelent az, hogy tönkre megy az élete? Itt ezen sok múlik. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok. Hányatoknak van 5 haragosa az ismerősök között, úgyhogy el fogom olvasni, hogy mit írtok, drága pingvinek. Én remélem, hogy tetszik ez a magyar változat, hogyha bejön nektek annyira, mint az Ider.io, akkor mindenképp dobjatok egy lájkot, és a lájkok számából ítélve mindenképp el fogom dönteni, hogy legyen-e folytatás. Megbeszéltük, hogy mit írjatok a hozzászólások közé, de hogyha fel is iratkoztok, azt nagyon megköszönöm, drága pingvinek, én még mindig Nessai vagyok, és találkozunk legközelebb is. Na, szevasztok! Elég volt? Vagy kértek még a pofátokba? Wow.